Bejöhetek? Matilde. Kérlek, foglalj helyet. Köszönöm. Rebekától tudtam meg a címedet, és ő el is magyarázta, hogyan találok ide hozzád. Látni akartál? Igen. Azért jöttem, hogy megkérjelek, többé ne keress. Miket beszélsz? Ide figyelj. A mi ügyünk évekkel ezelőtt lezárult. Több mint 20 éve. Az élet újra összehozott minket. Csak úgy szeszélyből. De nem akarom, hogy újra meglátogass. Főleg, amikor a lányunk nincs is otthon. Megértetted? Világosan beszéltem? Nézzenek csak oda, ki van itt. Az a repett sarkú ribanc, aki fattyút szült. Az én uramnak. Ezek szerint meglátogat ez a szerencsétlen. Mióta Adalberto? Mióta vannak ezek a találkák? Vagy ne adj Isten, egész idő alatt a hátam mögött találkozgattatok hosszú éveken át? Nagyon kérlek, Rehina. Jó lenne, ha nem tennél elhamarkodott kijelentéseket. Matilde csak felugrott hozzám. Ez az első alkalom, hogy idejöttem, asszonyom. Majd pont neked fogok hinni. Éhen kórász, szerencsétlen! Hosszú éveken keresztül a férjem szeretője voltál, ne is tagad! Úgy sem hiszem el egy szavadat sem! Óriási tévedés, asszonyom! Nagyon jól tudod, hogy azóta nem is hallottam Matildéről. Tudod, hogy még egy nyomozót is felfogadtam, hogy keresse meg őt, meg a lányomat. Elég legyen, egy szót sem hiszek az egészből. Lehet, hogy tényleg nem találkoztatok 20 évig, de az biztos, hogy felújítottátok azt a régi, romantikus kis kapcsolatot, igaz? Ez a nő egy senki, egy repett sarkú! Neked aztán is jól Matildét így nevezni! Amikor ki tudja, mióta szeretőd van! Itt az egyetlen... erkölcstelen... te voltál, Rehina! Hogy merészeled kiteregetni a magánéletünket ezelőtt a lotyó előtt? Mit képzelsz? Csak mert egy fattyút szült neked? Azt a kis senkit, aki mint egy vipera kúszik előre, besompolygott a Montalbán házba, és megbabonázta Sergiót, és még Eduardót is! Bocsánat, nyugodj asszonyom, meg. A lányomat ne becsmérelje! A lányod egy szajha, értetted? Egy szajha és egy undorító csaló! Ide figyeljen! Ne merészelje a lányomat bántani, mert érte bármire képes vagyok! Ha nem vagy kíváncsi a mondandómra, egyszerűen elmehetsz! Ahelyett, hogy a tisztességes lányomat kritizálja, miért nem néz inkább a tükörbe, drága asszonyom? Nem tudom, miért van olyan nagyra a felsőbbrendűségével, amikor a nagy semmittevésben csak azon járt az esze, hogy fűvel, fával összeszűrje a levet. Hogy merészelsz velem így beszélni? Mit tudsz te? Minden tudok, mert Adalberto elmesélte. Mindenki előtt eljátsza a tisztességes dámát. És miközben a férje dolgozik, a szeretőjével hempereg. Honnan veszed a bátorságot, hogy kibeszélsz engem ezzel a... Hogy merészeled bemocskolni a nevemet ennek a senkinek? Lehet, hogy azt hiszi, hogy azért, mert nagyon gazdag, nagyon előkelő, többet ér, mint bárki más, de az én szememben egy lyukas garas sem ér. Azonnal rúg ki ezt a ribancot az irodádból, követelem! Nincs rá szükség, fogja be a száját! Magamtól is szívesen elmegyek, te utolsó! Kifelé! Te képmutató! Maradj bolond. Nyugton! Matilde! Gyere ide! Megtiltom, hogy utána menj, te szemét! Ne merészelj! Takarodj innen! Értetted? Te nyomorult! Azért jöttem, hogy rendezzük a dolgainkat! Érdekel? Dehogy érdekel! Köztünk semmi! Érted? Semmi sincs, amit rendezni kellene! Takarodj! Látni se akarlak!